Sziasztok, Lőrinc vagyok. Sokan ajánlottátok nekem ezt a Bloody Trapland nevezetű játékot, ami állítólag nagyon feszültségkeltő tud lenni. Na most ezt a legrosszabb embernek ajánlottátok, hiszen én vagyok az illusztráció a nyugalom szócska mellett, igaz, ehhez hozzájárult némi frontin is. Ezúton is köszönöm egyébként a házi orvosomnak a hozzájárulását. De ettől nem vészel a dolog komolysága, szóval úriemberhez méltóan fogom kijátszani ezt a játékot. Mindenfajta indulat nélkül, ami nyilván csak rontaná a játékélményt, és hát Isten ments, hogy ti, kedves nézők, kellem kellemetlenül érezzétek magatokat, mert engem szétbassz az ideg. Szóval, lássunk is hozzá. Loading. Hát igen, az angol kiejtés, ez befigyel, lehet itt ugrálni. Nézzük a pályát. Hát nem tűnik olyan nehéznek, hogy őszinte legyek. Nézzük a kis huncut. Ravasz, ravasz a játék, ravasz. Most jobban odafigyelünk. Figyeltünk, igen, ezt a kis lószart itt. Hát igen, kész is az első pálya. Zseni, ez tökéletes, ez nem is volt nehéz. Hát itt azért már majdnem eldörrent egy anyát, de hárítottuk a problémát, nincs semmi gond, mint a mi se történt volna. Ott az a kis lófasz, azt látjuk. Semmi gond, majd legközelebb sikerülni fog. No. Igen, igen, most menni fog, átugorjuk. Ez az, ott egy. Semmi baj. Igen, megyünk, átugorjuk ezt a vackot, ott egy ököl. Jó, oké, és meg is van a pálya. Tökéletes. Ennyi ideget még pont elbír viselni a testem, gondolom nem lesz nehezebb ennél már a já... Szóval, igen. Ott vannak ilyen kijövő lószarok. Ott vannak, igen. Majd legközelebb jobban figyelünk. Úgy. Úgy. Ennyi volt ez a pálya, mit nehéz a játék, nem értelek titeket komolyan. Na, új pálya, új lehetőségek, ott egy ököl, ez az. Oké, okay, nem vagy, oké, okay, király, király. Átugorjuk ezt a láva tócsát, ott egy ököl, felkészülünk szépen, hogy átmenjünk ott egy... A kurva anyádat! Bocsánat. Hát azért... Alakul! Alakul a helyzet azért, ne haragudjál már! Takarodj onnan. Jó, ennyi volt a... Mindegy, mindegy, nem. És pillanatnyi megingás volt, semmi gond. A pszichológusom is megmondta, hogy nyugodjak, bazd meg! Szóval azt mondta, hogy nyugodjak meg, én meg nyugodt vagyok. Jó, ennyi volt a pálya. Hála a jó Istennek! Semmi baj, van tartásom. Ennyi kilengés, belefér, de itt a vége. Forogjál, csak rohadjál meg. Úgy, ennyi. Hát mit akartok? Hát ez nem kihívás, nem kihívás, gyerekek, nem kihívás. Rakjatok el én bármilyen pályát, végig megyek rajta, baszod. Innentől kezdve nem halok meg, érted? Végig csinálom. Volt már vakbélműtéted? Nem? Legyen! Rohadj meg! Aztán majd szurkálódhatsz anyádnak. Adnának el téged a jó fogáson, te. Na itt még egy ugrás, aztán vége a pályának. Úgy, oké. Okay. Azt ott, oké, komolytalan, nem érdemes róla beszélni, érted? Hát ez nem tűnik valami nehéznek, ezeket átugorjuk. Így azt is, oda is. Semmi gond, egyszer-egyszer belefér egy-egy halál figyelmetlenségem, vagy jó, semmi baj. Anyádat! Ezt nem hiszem, ugorjál már rá, te piros genyú! Semmi gond, van tartásom, én nem fogom magam felidegesíteni holmi piros kis lófaszok miatt. A kurva anyád! Na, utolsó próbálkozása nem sikerül. Kilépek a játékból. Nem azért, mert ideges lennék, egyáltalán nem. Csak megköltetni macskát. Még kivittem a pályát. Hogy hát basztam a játékot, nincs is macskám. Ez meg mi a fasz? Azt hittem, hogy lassan vége van a játéknak. Semmi baj. Beton türelmem van. Ki fogom tolni a játékot. Brutálisan. De előtte anyádat tolom meg, de nincsenek rá szavak mennyire, te piros kis ló. Ki a fasz találta ki ezt a piros kis lófaszt? Ó, már megint mit találtál ki? Mi ez te? Mi ez? Mit lősz le? Te anyádnak lőttem ekkorát, te szerencsétlen. Na, most legyen nagy a pofád. Hát ebben a pályában nem nagyon látok kihívást. A pszichológusom azt mondta, hogy Lőrinc magának van tartása, hogy esnél teherbe! Hát a pulzusom már valahol a faszomba van, hát milyen tartás kell ehhez, bazd meg! A pszichológusom is elment a picsába. Hoppá! Hogy kibasztam velük, hallod, nézd meg? Ha! Bazd meg!
Hát hol a gondmód? De neki semmi értelme, hát én kiegyensúlyozott életet élek, gyerekek, leviszem a szemetet, meg ilyenek, érted? Erre most itt tönkre baszom az egészet. Mehetek vissza a klinikára, mindent kezdhetek előre. Gyógyszerbeállítás, katéter, hogy a zacskóba pisáljak, mert egyedül a klotyóra se engedtek ki, ugye? Végre eljutok egy pontra, hogy nem kurva anyázok szét minden második embert, erre ne! Itt játszom ezzel a fossal, és a bal kezemmel már tárcsázom a pszichiátert, a faszom. Hogy lehet ezt úgy kijátszani, hogy ne menjen rá az egészséget? Ezekre nem veszik fel, bazd meg, hanem kettőkor visszajövöm őket. Szóval érted? Egy ilyen piros kis lófasszal próbáljuk eljutni A-ból B-be, aminek az az ára, hogy ki van a faszom. Ráadásul már refluxom is kezd előjönni. Na ez már megint micsoda. Nem veszem magamra. Igen, és akkor ott átugrunk. Átugrunk. Rohadj meg! Na, most akkor oda átugrunk. Úgy, mi van ott bal oldalt? Na nézzük meg, hogy mi ez itt. Ahogy látom, nincs itt semmi. Hé, most kibasztam magammal, nem tudok visszamenni. Ó, hogy rohadjál meg! Azért én nem tudom, hol van a vérnyomásom, de aki megtalálja, legyen kedves, hozza vissza! Hát így már nem is lehetne élni, csoda, hogy vagyok, basszátok meg. Ilyenkor már rég a koporsó fedelét kéne belülről elemezgetnem, és megköszönnem a jóistennek, hogy végre kus van. De nem, ehelyett itt ezzel a kis piros lófasszal ugrálok egyik halálból a másikba, a temetőkben meg ott a sok szabad hely. De nekem itt kell ülnöm a gép előtt, hogy tudatosan basszam meg a saját agyamat. Hol az igazság? A klinikai halál ilyenkor már minimum, talán már az agyhalál is, baszod. De igazából már bármelyiket megköszönni, persze, rohadjál csak meg, piros lófasz. Meg a másik. Őszintén, mi ez a zene? Hát már az elején el akartam sírni magam, de akkor még volt tartásom, most már nagyon nincs bazdmeg, szóval ha nem sértelek meg titeket, kedves nézők, elmondanám magasröptű véleményem róla. Fos! És ennél szebben nem tudom kifejezni magam, bazdmeg. Ennél idegesítőbb rohadással még nem találkozott a testem. Mentális problémáim lettek tőle, érted? Kényszeresen kacsingatok, meg húzom a szemöldököm, és akkor ne szedjem tovább a frontint, anyád! Te meg ugorjál már fel rendesen arra az ökörre, hogy szülnél még vagy 10 macskát. Ne, inkább ne szülj, mert akkor folytatódik a játék. Dick, kivittem a pályát. Ha! Ennyi. Nem is volt olyan nehéz. Talán az egész játéknak vége? Nem, te kis huncut, hát ez még folytatódik valakinek, én hozzá nem nyúlok ehhez a szarhoz többé. Lőrinc. Szállj le rólam, Radics. De a játéknak még nincs vége. Számomra vége van, bazd meg. Nem hagyhatod félbe, legalább ígérj meg valamit, hogy például 40 ezer like-nál folytatod, vagy ilyesmi. 40 ezer? Ne röhögtes ki magad, úgyse lesz meg, szóval itt el is köszönök a játékodtól. Te meg egy fasz vagy, hogy ilyenekbe belekeversz. Bocsi. Akkor 40 ezer like. Nos.